Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Egy új rovatot indítunk. A munka címe egyelőre az lesz, hogy az én Dac sztorim, melyben olyan magyar játékosokat, felvidéki magyar játékosokat szólítok meg, akik valamit már letettek az asztalra, illetve az zöld mezre a pályára. A mai vendégem, ha azt mondom, hogy Novota Zoltán, akkor lehet, hogy sok embernek nem jut eszébe, hogy kiről is van szó, de ha azt mondom, hogy Motyó, akkor már más a helyzet. Egyébként több oka is van az, hogy Zolit szólította meg elsőként ebbe a rovatba. Első oka az az, hogy például nem is tudom, hogy honnan ez a becenév, hogy Motyó. Hát még, ugye, amikor elkezdtem először is, hát üdvözlöm a Frankó TV nézőit, bevezetésről. Hát ez úgy jött ez a Motyó név, hogy ugye 5 éves koromban, amikor apukám először kivitt a focipályára, akkor egy ilyen nagyobb sportáskával mentem ki a Dac stadionba, és akkor úgy mindenki nevetett rajtam, hogy hova mész kisfiam, hogy viszed a motyódat. Aztán így végül is ezt a szomszédoktól, a barátoktól így rajtam maradt az, hogy ugye az első edzésen nagyobb táskával mentem, mint amilyen én voltam, az rajtam maradt az, hogy motyó. Szerintem ez nagyon vicces, meg nagyon jól is hangzik, és a másik dolog meg az, hogy ugye most már van egy másik Novota, akit ismernek, egy kapus, egy felvidéki magyar kapus, de egy Motyót ezt nem lehet összetéveszteni senkivel sem. Ami a másik oka, hát köszönöm, mert nem tudtam, 25 éve ismerlek, és nem tudtam azt, úgyhogy gondoltam, hogy valami közel van a csomaghoz, de nem voltam benne biztos, hogy esetleg a pénzhez. De szóval visszatérve, a másik dolog az, egy személyes oka van ennek, hogy téged szólítottalak meg, mert az én sport újságírói karrierem az pontosan egybeválva, tehát profi foci karriereddel, mert én is 25 éve kezdtem a profi sport újságírást, és te is 25 éve kezdted a profi foci karriert. Illetőleg én, lehet, hogy nem értesz ezzel egyet, de én 1992-re tenném azt, amikor elkezdted a foci pályafutásodat, akkor volt egy szuper jó Dac ifi csapat, a Grajcár féle ifi csapat, akkor láttalak először pályán, és mindjárt kitűntél, azt mondtam, hogy ilyen ballában nem létezik, hogy másnak van még 16 évesen. Szóval erről a csapatról még mondhatnál egy pár szót, 1992-ről beszélünk, 16 éves voltam. Hát igen, 15 és fél, 16 éves voltam akkor, nagyon jól. Hát végül is ifi szinten egy NB1-es csapat kovácsolódott össze, ugye Grajcár Tóni és Óli Lajos vezetésével. Ugye NB1-es ifisták voltunk, országos szinten nagyon jó kis csapatunk volt. Hát, ugye most teljesen más a fiatalokkal való munka, de akkor, amit ki tudtak hozni belőlünk a maximumot, azt úgy hiszem, hogy kihozták a csapatból. Szerint, ha jól emlékszem, akkor az ötödik helynél rosszabbból nem végeztünk NB1-be, és ugye akkor teljesen más volt az ifi kategória, ugye csak vegyük Németh Szilárd, hát a szlovanisták közül Samuel Szlovák, akkor Nagy Szombatból volt ott egy pár jó játékos, aki szintén NB1-es felnőtt szintre vitte a focit, vagy válogatott volt, például Karhan. Ilyen focisták ellen játszottunk, úgyhogy nem az volt, hogy most van egy ifi NB1, aztán majd úgy játszunk, ahogy akarunk, vagy kimegyünk a pályára, azt röhögve lehozzuk a meccset, mert erről szó sem volt. Ha már említetted a ellenfelek közötti sok jó játékost, kiváló karriert futottak be, akiket említettél, de viszont a mi csapatunkban is voltak olyan nevek, akik többre vihették volna, például Molnár Péter, Sipos Jóska, Herberger Zsolti, Klempaszili, Gombos Attila, Rencés Gábor, többek között te is. És itt kötök rá arra, hogy miért nem lettek ezek a fiatal tehetségek végül is felnőtt korban Dac játékosok, de erről egy picit később, mert ha rád nézek, akkor látok egy 13-as meszt. Nem akármilyen 13-as mez ez, mert a kettő téma összefügg, tehát a karrier és a 13-as mezed.
Én csak annyit említek meg Zoliról, hogy motyóró. Zolinak nem is tudom, mikor szólítottalak utoljára. Szóval... Nem tudtam lefigyelni. Így van. Szóval emlékszem egy 1993-as brosúrára. Egy japán világbajnokságról van szó. 17 éven aluliak világbajnoksága, amelyen motyó részt vett, mint csehszlovák válogatott, egyetlen felvidéki magyar játékosként. És csak annyit teszek hozzá ez a japán sztorihoz, amiről majd te beszélsz bővebben, hogy ugye bal oldalon játszottál, mint bal half, illetve talán még bal hátvéd is néha, viszont a cserepadon olyan játékos ült a helyeden, mint Marek Jankulovszki, aki ugye az AC Milánba kötött ki. Te pedig kikötöttél valahol aztán később. Milyen volt ez a csehszlovák válogatott, és milyen volt ez a japán VB? Így 24 évvel később, ha visszagondolsz. Végül is úgy kezdeném az egészet, hogy volt előtte egy Európa-bajnokság Törökországban. Ugye mivel egyedül magyar voltam, a csehszlovák válogatottban, mint 16 éves, az U17-esek között. Úgy kezdődött ez az egész, hogy volt Európa-bajnoki selejtezőnk. Az első meccs az, hát ugye Izraellel játszottunk, az első meccs az, ha jól emlékszem, akkor Hodonyinban volt, ott 75 percet játszottam, ha minden igaz. Ugye nagyon régen volt, de kb. 75 percet játszottam, 1-0-ra megvertük Izraelt. És utána voltak, hát kezdődtek ilyen fura dolgok, hogy a visszavágóra 16 játékost lehetett nevezni, és a 16 között sajnos nem voltam benne. Pedig az első meccsen, mondom, 75 percet játszottam, és végül is azzal az egy góllal jutottunk ki az EB-re. De azt mondom, hogy most itt nem lehet arról beszélni, hogy esetleg valami összetűzés lett volna válogatottban velem szembe, vagy valami. Én úgy ítéltem meg az egészet, hogy lehet, hogy mivel egyedül magyar voltam, és ugye akkor még nem volt ez a szlovák-magyar viszony, vagyis hát a politikában. Én úgy éreztem, hogy azért nem mentem, vagy nem vittek ki, mert ugye volt helyettem esetleg más játékos, vagy hát, megmondom őszintén, hogy volt egy olyan cseh játékos Osztraváról, aki az előtte lévő meccseken nem hívtak be, vagy ha behívtak, akkor kevesebbet játszott. Én előtte, ugye az EB előtt az összes edzőtáborban ott voltam, edzettem, játszottam. Nagyon kevés olyan dolog volt, amikor lecseréltek, vagy csak a végén taktikai cserének. Úgyhogy helyettem elvittek egy cseh srácot. De hála Istennek, hogy az EB az úgy sikerült, hogy az első háromba bejutott a csapat, szóval a bronzérmet szereztek, és ezzel automatikusan kijutottunk a világbajnokságra. Na de ez a cseh srác nem a Jankulovszki volt? Nem a Jankulovszki volt, nem. Lehet belőle játékos? Ha azt veszem, akkor igen, Osztraván nagyon sokat játszott NB1-be. Végül is jó játékos. Libor Knapnak hívják. Igen. Ő volt, ha jól tudom, akkor őt hívták be helyettem. De mondom, itt semmi összetűzés nem volt azért, mert hogy hoppá, engem nem vittek, vagy kit vittek, és ki került be, az nem az én dolgom volt, az a két edző dolga volt. És mondom, visszatérve az Európa-bajnokságra, ugye bronzérmet szerzett a csapat, és így automatikusan kijutottunk 93-ba az U17-es japán világbajnokságra. Ami ahova már 18 játékost vihettek ki, és abban a 18-ban, hála Isten, beleestem én is, úgyhogy volt alkalmam. Kik voltak a csoport ellenfelek? Volt a VB? Hát, megmondom őszintén, hogy három városban voltunk, Osaka, Kyoto és Tokióba, de hát az már 93-ban egy teljesen más világ volt, szóval olyan, mintha egy más bolygón szálltunk volna le. Amit csak itt a tévében láttunk, ott mi tapasztaltuk élőbe. Hát csak veszem a városokat, ugye a felhőkarcolók, a reptér, 15-20 ezer ember volt a reptéren, akkor az egy egész város, ugye.
a város, ahogy kinézett, az emberek, a forgalom, szóval egy, mondom, egy teljesen más világba léptünk ki. Hát ami... Lehet, hogy ettől megrémültél, mint csalogok közé magyar gyereknek, viszont a focipályán nem rémültél meg. Hát, mert azonnal a kezdőbe találtad magad, vagy nem? Nem. Ez is egy olyan sztori, hogy ugye első meccset játszottuk az Amerikai Egyesült Államokkal, 2-2-re végződött a meccs. Hát ugye először is aklimatizálódni kellett ahhoz, mert teljesen más a levegő, a páratartalom. Ott, ha volt 25-30 fok, akkor olyan páratartalom volt, hogy mintha szökött volna az eső, a levegőt nehezebben vetted, ezért is mentünk 4-5 nappal előtt. Úgyhogy voltak edzések, városba, séta, ugye összetartás a csapatnak, ugye azért szokjuk meg azt a levegőt, ami volt. És ugye Amerikában 2-2 volt az első meccs, nem játszottam, de az első meccs után az edző utánam jött a szállodába, hogy következő mérkőzésre úgy készüljek, hogy kezdő leszek. Hát ugye sajnos nem ez történt. Mindenki össze-vissza járkált a szállodába, mit tudom, esetleg a városba kimentek sétálni, vagy valami, én feküdtem a szobába, pihentem. Na, életem egyik legnagyobb tornája. Ugye, ki volt az ellenfél? A másik meccsen Katarra játszottunk. Uh-huh. Katarra játszottunk, ott is sikerült végül is jó eredményt elérni, ugyanis nyertünk 2-0-ra. Így ugye a két pontos rendszer volt még 93-ban. Így az első két meccs után már 3 pontunk volt. Hát ugye lement a meccs, aki nem játszott elejétől kezdve, vagy egyáltalán annak persze edzés volt másnap. Utána jött a harmadik meccs, azt Kolumbia ellen játszottuk, és szintén eljátszották velem ezt, hogy készüljek a meccsre, pihenjek, kezdő leszek, fogok játszani, és 76. percben léptem pályára. És volt egy olyan utasítás számomra, amikor ugye cseréltünk, hogy jobb középpályást fogok játszani. Hát akkor úgy meglepődtem rajta, hogy én jobb középpályást, mondom, mindegy, az a lényeg, hogy pályára lépek, világbajnokságon vagyok, és akkor próbálok megtenni mindent azért, hogy a csapat hasznára legyek. És az edzőtől olyan utasítást kaptam, hogy ha megkapom a labdát, ne törődjek semmivel, vegyem le, toljak be középre egyet rajta, és lőjem meg kapura. Na, olyan Robben féle. Hát olyan, igen, úgy, ahogy a Robben szokta csinálni, igen, Münchenbe. Hát hála Istennek, hogy kaptam egy ilyen 30-40 méteres keresztpasszot, és mintha akkor megfordult volna az a fejembe, amit mondott az edző a vonal mellett, hogy levettem jobba, egyet toltam be, és hát 25-ről próbáltam, hát rálőttem kapura, és olyan, hát úgy eltaláltam, hogy a bal felső sarkot kirúgtam, hála Istennek, és akkor volt bennem olyan... De nem Igita volt a kapus. Nem, de volt bennem akkor olyan öröm, hogy ugye utána a gólöröm az ilyen 80 méteres sprint volt, és csak kapkodtam a levegő után, amikor még, hát persze jó 10 perc hátra volt, de ez úgy mondom, hogy 2-1-es állásnál, amikor ugye a kolumbiaiaknak még volt esélyük arra, hogy tovább jussanak, mert az első kettő jutott tovább a csoportból, és talán 3 percet voltam a pályán, és akkor rúgtam. Kolumbiában nem kaptál díszpolgári címet. Hát nem, meg hála Istennek nem is lőttek le, ugye, mert hallottunk már ilyet, hogy... De mondom, nagyon nagy öröm volt számomra, hogy egy világbajnokságon, egy U17-es világbajnokságon gólt tudtam szerezni. Hát igen, ezt a csaló közben felvidékén senki nem mondhatja el. Utána mi történt a VB-n még? Hát utána ugye az első helyről jutottunk tovább, 5 pontot szereztünk, első helyről jutottunk tovább, és Chilével játszottuk a... Hát ugye a negyed döntő? Igen, negyed döntőt. A legjobb 8 közé kerültünk. Hát ott szintén volt egy ilyen célzás felém, hogy ugye játszani fogok, hogy jól mentem be, jól tett a csapatnak az, hogy ugye harmadik góllal bebiztosítottuk azt, hogy
biztos továbbjutók vagyunk. Könnyebb volt a csapatnak játszani azt az utolsó 10-12 percet, ami ugye két gólos előnyt jelentett, hogy játszani fogok, de úgy jött ki az egész, hogy sajnos a negyeddöntőbe már nem léptem pályára. Hát a csapatnak se úgy jött ki az egész, ahogy kellett volna. 4-1-re kikaptunk Csiglétől. Hát ha összegzem, hogy hányadik helyen végeztünk, talán olyan 6.-7. helyen végzett hát a csapat. Már VB-n szerepelni is dicsőség meg gólt lőni. Most ugye akkor is már 93-at írunk, tehát a menedzserek azok nyüzsögtek a VB-n, és kaptál is, ha jól tudom, egy jó ajánlatot. Royal Antwerpen, ha jól emlékszem? Igen. Igen, mikor visszajöttem, még azt hozzáteszem, hogy a VB-n olyan játékosok szerepeltek, mint Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Nigéria, gánai játékosok, akik klubszinten is nagyon nagy eredményeket. Kanu is ott volt, igen. Mert 76-os, mint te. Igen, pontosan, úgyhogy volt ott. Hát jó generáció, Bocsó is egy jó focista, beleillik a névsorba, úgyhogy. Volt ott pár olyan játékos, aki hát nagyon nagy karriert futott be. De visszatérve ahhoz, hogy szerződést kaptam, ugye visszajöttünk a VB-ről, és Antwerpenből kerestek meg egy magyar menedzser, hogy lenne kedvem 16 évesen kimenni Belgiumba. Bocsánat, csak annyi, hogy a Royal Antwerpen akkor az Anderlecht mögött a második helyen áll. Igen. Tehát Euroliga, Eurokupát játszott, akkor UEFA kupának hívták, ugye most Euroligának. Mondanák, de szóval nem egy akármilyen csapat volt akkor, most egy kicsit más.